Szép estét kívánok, köszöntöm a fejérvári beszélgetések nézőit. Ez egy mese. Ő a hősöm, Illikó az ismerősöm. Én kérdem, ő válaszol, ez a mese róla szól. Illetve egy mesekönyvről szól, amelynek most jelent meg a második kötete, Egér a második rész, egy nagyszerű kötet. Ugye az elsőről már beszélgettünk, hanem is én. Tehát akkor ma Rigó Erdőről beszélünk, egy tündéri egérlányról, aki ki más lehetne, mint Ágota, egy félénk Hörcsögről, Emélkéről, egy vagány Békáról, Nándi, egy tehetséges, de feledékeny, vagy feledékeny, de tehetséges Nyuszi, a neve úgy más lehetne, mint Nyusz, és egy kedves, mosolygos hölgy, Baranyi Ildikó, egyébként erdős virágtól vettem kölcsön a beköszönést, Erdős Virág nagyszerű meseíró úgy szintén, ahogy Karafiát orsolja, természetesen más sohonya itt, vagy éppenséggel, ha úgy vesszük itt, a Fehérváron maradunk, és Zsuzsa barátnőnk, és nagyon nagyszerű, hogy ez megjelent, hiszen az első kötet azt hiszem nagy sikert aratott. Igen. Nem Beszéljünk nem az ]ünk. indítatásról, bár erről már uh, eset szó, de azért nagyon-nagyon fontos, hogy amikor Ugye az, az első kötet még a hivatás választásából fakadt. Ugye megbeszéltük, hogy nem kérdezem, hogy miért nem óvónő már, de akkor ez nagyon fontos volt. Tehát amikor, ez mennyiben kötődött ez a kettő egymáshoz? Ö, tulajdonképpen teljes mértékben, mert ö, ezt én már sok helyen elmondtam, illetve ö, leírták. Ö, ez valóban így indult, egélágúta így indult útjára. Én óvónőként dolgoztam, és... Ö, nem találtam megfelelő mesét egy foglalkozáshoz, ami számomra fontos lett volna. És mivel én, én, én azt gondolom, hogy mivel van már író a családunkban, vagy volt, így én gyerekkorom óta szintén írogattam, és, és nagyon jól sikerült. Tehát élvezték a kolléganők, megkérdezték, hogy ezt hol találtam, és nagyon meglepődtek, amikor elmondtam, hogy ezt én írtam. Utána viszont olyan bátorítást kaptam tőlük és a gyerekektől, hogy folytattam. A következő lépés az a hírlap volt, a Fehér megyei hírlap, ahol majdnem három éven keresztül minden szombaton megjelentek Ágot a történetei, és tulajdonképpen ez a második kötet, de igazából egy harmadikat is meg lehetne még, vagy ki lehetne még adni illetve vannak még ötleteim. Mindennek rendelt ideje van, nyilván sor kerül erre is. Miként érlelődik meg egy történet Azzal az, abban az emberben, aki ezzel foglalkozik? Hiszen ehhez mindenek felett szeretni kell a gyermekeket, ismernie kell a gyermekeket, és ismernie önmagát mondjuk. Ez a mediátornak nem olyan nehéz, de azért az alapvetéseket nézzük. Azért érdekes a, a kérdés, nagyon összetett a kérdés, de megpróbálunk szét, szétszedni egy picit. Um, igazából én azt szoktam mondani, hogy már nem vagyok óvodapedagógus, de pedagógus maradtam. És az írásaimon ez, ez azt gondolom, hogy észrevehető. Mert szándékomban állt egy olyan mesekönyvet írni, ahol évszakokra van bontva a történet, illetve hónapokra. Tehát ezt én ugye a pedagógusi munkámból próbáltam még követni, és természetesen a mesék úgy íródtak, hogy ezt követték. Tehát amikor tavasz volt, akkor tavaszi történetek íródtak, amikor tél volt, akkor téliek. Ha arra kíváncsi, hogy az ihlet honnan jött? Igen, milyen. Hiszen egy történet kipattan egy ötlet. Az ötlet az csak terv, egy eshetőség Így van. Ahhoz, hogy ezt formába öntsük, ahhoz sok minden más is kell. Nagyon sok minden. A, a legelső az a, az a szikra. Én nagyon szeretek írni. És én azt gondolom, hogy én most találtam magamra. És nagyon sokáig kerestem magam a világban, és ez egy nagyon nehéz folyamat volt. Tehát nehéz az, amikor. Valaki magára talál, és fölismeri magában azt, hogy nekem ezt kell csinálnom, ezzel kell foglalkozni. És ezért, ezért kértem, amit kértem az óvóné munkámról, mert ezt én, nagyon, ezt én negatívumként élem meg, hogy én ezt nem tudom már csinálni, és, és úgy érzem, hogy, hogy az nem jó szó, hogy kudarc, csak ez, ez nekem már kevés volt. Én azt gondolom, hogy így, hogy a meséken keresztül sokkal, sokkal több gyerekhez el tudok jutni, és ami nagyon meglepő, hogy nagyon sok felnőtthöz el tudok jutni, ugyanis és saját, mivel én is anyuka vagyok, nagyon sokat meséltem a gyerekeimnek is, és óvodában is. És azt láttam, hogy vannak olyan mesék, amiket a felnőttek unnak, mert őket nem köti le. És én próbáltam olyan meséket írni, ahol a gyerekek is megtalálják önmagukat, pontosan a szereplőkön keresztül, mert mindegyik szereplő egy-egy karakter. És ebből a karakterből akár a gyermek, akár a szülő magára találhat, hogy én ugyanilyen vagyok. És nem muszáj mindenkinek ágotának lenni, hanem lehető egy kis hölcsög, egy kis félénk gyerek, és rá fog ismerni arra, hogy de én is főszereplő vagyok. Tehát attól, hogy én nem vagyok egy vezéregyéniség, nem vagyok az, aki mindenbe beleviszi a többit és megoldja a problémákat, attól én ugyanúgy értékes része vagyok a társadalomnak. A, a, a kérdésére pedig még úgy válaszolnék, hogy honnan jönnek a, az ihletek. Nagyon érdekes, nagyon sokat kaptam a gyerekektől, tehát figyeltem, hogy ők mit csinálnak, nagyon sok ötletem volt a hétköznapi életből, ami, amit én már tovább vittem. És amikor én úgy érzem, hogy írnom kell, akkor le kell ülnöm, és írnom kell. Tehát ez, ez a pillanat, ez nem szállhat el. És ha ez éjfélkor van, vagy hajnali fél-kettőkor, akkor akkor. Tehát Mert... bizonyos értelemben érzelmi gazdaságot, gazdagságot sugal, és gazdálkodik a történetével, vagy azonnal leírja, hiszen ez korán sem mindegy. Hogyan illeszthető össze a történet, hiszen ezek külön történetek. Mm -hmm. Ugyanakkor kapcsolódnak egymáshoz. Olyan, mint egy folytatásos regény, vagy egy folytatásos film, de az sem baj, ha csak kiragadunk belőle, ha annyira megtetszett, és még nem folytatjuk, vagy éppenséggel előre szaladunk. Nyilván az a logika, ahogy felépítette hogy évszakonkra bontja, illetve hetenként ugye 52 történetről van szó, az nagyon fontos. De az sem baj, ha visszamegyünk januárban, holott Nem. már március van. Nem, mert azt látom, hogy azért is tanítjuk a gyerekeknek, mert nekik ez egy nehéz, tehát az idő egy kicsit megfoghatatlan. Én azt gondolom, hogy ha nekik van egy kedvenc nyári meséjük, biztos, hogy meg fogják szívesen hallgatni. Nagyon, nagyon örülök, hogy ezt észrevette, hogy valóban így építettem föl a, a mesekönyveket, ezt is, és az elsőt is. Ugyanakkor nagyon nagy különbség van a kettő között. Én azt gondolom, hogy ez egy kiforrottabb alkotás. Nyilván Nyilván nekem is gyakorlatom lett benne, én ezt így is fogom föl, viszont ez, hogy évszakokra van bontva, hónapokra, ez mind a kettőben megjelenik. Egymásra épülnek a mesék, hiszen az évszakot követik, illetve a hónapok változását és a természetben zajló változásokat követik. Ugyanakkor valóban önállóan is alkalmazhatók. Annyi előzmény szükséges hozzájuk, hogy ismerni kell egy picit a karaktereket. Tehát tudni Ez kell... Ez a... alapvetés mindenütt. Igen. De én azt gondolom, nagyon sokszor visszautalok, mert valahogy, valahogy én ezt előre szoktam látni, hogy aki beleolvas, nem biztos, hogy fogja. Ezért van gyakran az, hogy nyúsz a nyúl, vagy nándi a béka. Tehát tudják kötni, mert ha éppen csak beleolvas, nem biztos, hogy fogja tudni. De én azt gondolom, hogy annyira érdekesek a történetek, és egyediek szerintem. Tehát hogy... az a fontos, amit én észrevettem, hogy hmm. ahogy beszélgettünk erről már, hogy egy egymásra épülnek, bárki választhat kedvencet közülük. Hmm. Ugyanakkor valamelyiket nem szeretni, ez az egyik legnagyobb erénye, olyan nincsen, hogy valamelyiket elutasítom, nem szeretem. Kevésbé kedvelem. Hmm. Ugye árnyaltan fogalmazunk. Árnyaltam. De olyan, hogy nem szeretünk. A másik pedig a nyelvezete. Hogyan választott nyelvezetet? Hiszen nagyon-nagyon fontos, ami a törekvése egyik oldalról, hogy a gyermekek értsék, ugyanakkor értsék a szülők is, hiszen annál nagyszerűbb dolog nincs egyébként, mint a gyermekeinkkel, unokáinkkal olvasni, vagy unokáinknak olvasni. Én például szívesen hallgatom, ha egy gyermek olvassa a történetet, mint ahogy magamat is. Mert hogy azt mondom, hogy de szépen mesél a Lajos bácsi adott esetben. No, de tehát a nyelvezetről esség szó. Ezt a kérdést megköszönöm, ugyanis nagyon sok dilemmám volt vele. Én, 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 én falun nőttem fel, és én azt gondolom, hogy ott egy nagyon, nagyon ízes nyelvet hoztam magammal. Tehát én még hallottam olyan szavakat, amiket nem, nem jó kifejezés így, hogy a városban már nem használnak, azt gondolom, hogy alapvetően kihalóban vannak. És ez, ezek különféle hangutánzó, hangulatfestő szavak, illetve olyanokra gondolok, amik, amiket ritkában használnak már, mert bonyolult vagy esetleg egy gyereknek meg kéne magyarázni, hogy az mit jelent. Pedig ezek én azt gondolom, hogy értékek. És én úgy éreztem, hogy ettől színesebb lesz a mesekönyvem, bár biztos voltam benne, hogy bonyolultabb. Tehát így bonyolódik egy mai gyereknek a, a fülének, vagy a, a hangulatának, a hangzásának. Abba reménykedem, hogy vannak olyan szülők, akik ismerik, illetve én kolléganőkkel nagyon sokat beszéltem erről, mert én ezt a kérdést feltettem nekik. És úgy tanítónők, mint óvónénik egyértelműen azt mondták, hogy ki ne hagyd, tehát nehogy változtass rajta, mert ez kell, hogy visszajöjjön. És én, én, én ennek örülök. Én, én, ha ez véleménykutatás, akkor, akkor legyen az. Tehát szándékosság volt benne, Próbáltam, abszolút egyedi, de igazából én azt gondolom, hogy ebben a könyvben és az előzőben is benne van az én, én egyéniségem, az én lelkem, az én gondolkodásom, az én habitusom, talán még az én humorom is, mert arra is törekedtem, hogy nagyon sok komoly téma van benne, ami miatt én azt gondolom, hogy felnőttek is szívesen olvassák. Ugyanakkor van benne egy kis, egy kis vicc, egy kis humor, amit én szintén láttam a gyerekeknél, hogy mi az, ami ami, ami nekik, nekik is az, és ezt is igyekeztem bele, bele tenni. De nagyon mély mondani valójai vannak a meséknek. Szeretném visszahozni valahogy, vagy közölni azt, hogy hogy, hogy nagyon fontos a szeretet és, és a barátság. Tehát tulajdonképpen a mesének a fő, fő fonala erre a kettőre épül. Igen, Isten úgyse egyetértek értek önnel. Ebben a helyde világban egyébként nagyon is szükség van erre. Komolykodni nem érdemes. És hogy visszatérjünk még az előre, ha valamikor is úgy érezte, hogy cserben hagyta a gyermekeket, nos én azt mondom, hogy ne tegye, ne gondoljon erre, hiszen ez a mesekönyv a bizonyíték arra, hogy igenis nagyon sokat foglalkozik és ráadásul az a végtelen egyszerű mondat, hogy olvasni jó, az tetten érhető, aki a kezébe fogja, legyen a szülő vagy gyermek. Én most kinyitom ezt a könyvet, találomra, és azt annyit beszéltünk meg, hogy lehetőleg tél legyen, itt a végén, csak az Ó, aktualitása miatt, ez már az első tavaszi nap, viszont a szőnyegszövő hörcsög, nyitottam ki, november van még, holnap lesz, december elsője, nos... Melegfényű pislákoló gyertya égett a kicsi mécsesben mócika asztalán. A mécses tetején melegedő vízben mentolos illóolaj párolgott, mert mócika kissé megfázott, és alig szelelt az orrocskája. Kis tűzhelyén teavizet forralgatott, és a vízbe finom teafüvet szór. Mócika a kis hörcsög az ablaka előtt gubbaszkodott, gubbaszkodott gyönyörű szó. Sárgás barna bundácskáját felborzolta, hogy kevésbé fázon, egyébként egy puha, bolyhos plétbe is beburkolózott. Ennyit itt röviden. Ebben egyik oldalról azokat a szavakat ízlelgetjük, és gondolom, hogy ezt a felnőttek elsősorban, amelyeket jó esetben elfelejtettünk, és most újra tanuljuk öntől. Ez is tudatos? Igen. Igen, abszolút. Én a hétköznapi életben is gyakran használom ezeket a szavakat. Azt látom, hogy nagyon sokan felfigyelnek rá. A gyerekek nagyon, nagyon könnyen elfogadták, de felnőttek között figyelem, hogy ha elkezdek beszélni, nagyon gyakori jelenség, hogy valamit furcsának találnak. És próbáltam rájönni, hogy mit. És én azt gondolom, hogy én egy rendkívül őszinte ember vagyok, és én mindig, mindig nyíltan vállalom a véleményemet. Tehát egy, egy hétköznapi szituációban is, és az írásomban is. És én azt gondolom, hogy az emberek többségét ez lepi meg talán a legjobban. Illetve én ugyanilyen választékosan igyekszem beszélni akárhol, kivel hétköznapi életem folyamán is, és gondolom, hogy hogy ez feltűnhet, ez mi, mind benne van. Ezért mondtam, hogy benne van az én lelkem és személyiségem. És akkor már is itt vagyunk decembernél, ha már egyszer azt mondtuk, hogy holnap december van. Mikulás riasztó, december, már biztos nagyon várod a Mikulást, mert tudod, hogy ezekben a napon napokban indul útnak a jóságos öreg apó. December 6-án minden kis gyerek és felnőtt izgatottan készít helyet a sok csokinak, szaloncukornak, rakosgatja a cipőjét ide-oda, nyitogatja az ablakot. De vajon gondoltad volna, hogy van valaki, aki annyira fél a Mikulástól, hogy inkább nem is akar vele találkozni? Pedig van ilyen, sőt. <sőző> egy <sőző> nagyon Ezek érdekes. már tanulságos sorok önmagában. Igen, viszont egy nagyon érdekes mesét választott, ugyanis mindig próbálok az, az, egyéni, az, az egyénin kívül mindig tehát meglepőt is érni. És azt gondolom, hogy ez abból adódik elsősorban tapasztalat, mert mindenki azt gondolja, hogy Mikulás, tehát az, az egy fantasztikus, jóságos öreg apu, aki tudjuk, hogy csokit hoz, ajándékot, de nagyon sok kisgyerek tényleg fél tőle. Tehát ez egy ismeretlen valaki, be, úgy néz ki, ahogy kinéz, és nagyon sok gyereknek ijesztő lehet. És ezért írta meg ezt a mesét, hogy van, van, aki, van, aki fél, és csak a végén fog rájönni, hogy lehet, hogy nem is kellett volna. És ez a mese pont erről szól, hogy, hogy a nyúsz, ugye ez a kis féling, kis furcsa nyúszi, ő megpróbálja elriasztani, akármilyen aranyosan érkezik. Igen, és egy január, szaladjunk előre 2017-re. Gyönyörű a téli Rigóerdő, nekem elhihetitek, én láttam. Ha fel kell a nap reggel, és átlát a felhőkön, puha fényével simogatja meg a fekete fákat. Amikor pedig lemenőben van, a szürkületben furcsa, semmihez sem hasonlító árnyak lebegnek a fák között. Mondom, varázslatos ez az erdő. Nos, ez az erdő valóban varázslatos, önnek elhiszem. Így ebben a rövid mondatban is azt erősíti meg bennem, hogy amiről beszéltünk uh -huh. itt, hogy egyik oldalról választékos, a másik pedig próbál visszatérni ahhoz a, Körülbelül dolog ez annyi szent, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni jókait, hajlamosak vagyunk elfelejteni mixátot, azokat a nyelvjárásban már eltűnőben lévő szavakat, amelyeket ön használ. De vajon mit kell tenni a hétköznapokon a szülőknek ahhoz, hogy a mesekönyvön túl, hiszen ez egy gyönyörű mesekönyv, uh -huh. de is bármennyire is tetszik, nem vihetjük magunkkal mindenhova? Mert mindennek rendelt ideje van. Igen. Um, hát ö, azt, amit én, én szoktam, vagy én tettem a saját gyerekeimmel és az óvodásaimmal, ö, azt, hogy ha valahol vagyunk, ö, lássuk meg mindenben a szépet és a jót. Én. Én nekem ez annyira annyira erős vezérfonalam, én annyira szeretném ezt mindenkinek átadni, és most külön köszönöm, hogy ezt itt fel tudta nekem hozni. Mert nagyon sok ember, én azt gondolom, hogy úgy él, hogy nem figyel, közlekedik. de tudom, hogy mindenkinek gondja van, de annyira annyira, annyira gyönyörű a mi, a mi életünk, a mi természetünk, és minden évszakban megvan. Tehát meg kell látni benne is, ha nem tudja magával vinni a, a könyvet, bár én azt gondolom, hogy ha olvasni fogja, akkor ezek be fognak épülni előbb-utóbb a tudatukba, hogy ezt én is észre tudom venni. Gyönyörűen esik az eső, ahogy kopog, érdemes hallgatni, ahogy, ahogy a hópihék szállnak, ez, ezt én mind leírom, és ezt ugyanígy észre lehet venni. A nyárban is hiába meleg van, de meg kell látni, hogy most meleg van, most ennek fogok örülni és az őszben is az a gyönyörű millió szint. Tehát én azt gondolom, hogy ha már ezt át tudja adni a saját gyerekeinek, úgy, ahogy nekem átadták a szüleim, vagy a nagyszüleim, nagyon sokat tett már értük. Igen, ebben a kötetben benne van a tegnap, a ma, és benne van a holnap. Minden. Nos, hát búcsúzóul átadom ezt a könyvet, és kérem, hogy nyissa ki, és olvasson nekünk valamit. Néhány sort, hogy a maga a szerző Miként tudja átadni azt a sok-sok gondolatot, amelyel elvarázsolt bennünket, és a gyermekeket mindenképpen? Mm -hmm. én, én viszont uh, akkor céltudatos uh, szeretnék lenni, uh, Még pedig azért, mert uh, karácsony közeledik. A Mikulást ön már egy picit uh, érintette, én pedig a karácsonyt uh, szeretném. Négy gyertya. Ünnepre készül az egész világ, talán a legszebbre. A nagyvárosok mind csodás fényben csillognak. Az utcákat harmonikás járja, forradból illata száll. A falvak is feldíszítik kis utcáikat a maguk szerény módján. De mi történik ilyenkor a tanyán, ahol Tamacska a cicus éldegél? Bizony neki nem olyan vidám az élete. Nem, hogy díszek nem lógnak a fáról, de még puha, meleg hely sem jutott neki. Legfeljebb az istálóban kap helyet, ahol nem érzi jól magát micsoda szégyen, hogy én a kényelmet szerető macska egy istáló szalmáján kell, hogy aludjak, ami mellesleg összeszurkálja a fenekemet és a bundámat. Azt hiszem, keresnem kéne egy igazi puha helyet. De hol? Ilyeneken tűnődött, mikor bejött Gréti néni a gazdaasszony, megfejni a tehenet. Na, legalább a vacsorán meg lesz, ugrott a Tamacska, és kidugta a pici nyelvét, mert már érezte a finom, friss teízét a szájában. Amikor végre Grétinéni néni öntött a tányérjába, megsimogatta. Szegény cicusom, úgy látom, igen csak éhes lehetél, így áll csak, mondta kedvesen. Ez így van, mondta a Tamacska sértődött hangon. Szomjas is vagyok, meg éhes is, és a szállás sem megfelelő. Jobb sorom is lehetne, de a macskának remek ötlete támadt, követni kezdte Gréti nénit a házig, és a lába elé furakodott, mint akit nem akarnak beengedni a házba. Ennyi, na, hát mit csinálsz? Lepődött meg Gréti néni, de Tamacska úgy tett, mint aki talán beteg, hogy megsajnálják. Jól van, gyere be egy kicsit mege me megmelegedni. Nyitotta ki Gréti néni az ajtót, de az alig nyílt ki, Tamacska már bent is termett. Nem tűnt betegnek, inkább fürgének, és felugrott a kanapéra. Nana húzta össze a szemöldökét Grétinéni, néni. Jössz le azon a lakoszos tappancsoddal, előbb megmossuk kicsit. Így is történt, még meg is törölték a talpacskáját. A cicus pedig nagyon élvezte, hogy kényeztetik. Hm, ez az én világom, mondta elégedettem. Majd elnyúlt a melegtakaró, és el is vol aludt volna, ha nem figyel fel valamire. Grétinéni gyufát vett elő, és az asztalon fekvő gyönyörű díszhez ment, amint négy gyertya várta, hogy meggyújtsák. A cica felült, fülelt, meg Gréti néni dudolásni, ö, dudolászni kezdett. Tamacska érezte, hogy ez egy ünnepi pillanat. Most csak hármat gyújtok meg, a negyediket még nem, Tudod, Citus? Mert ma van advent harmadik vasárnapja. Mire mind a négyet meggyújtom, már itt a karácsony. Annyira szeretem ezt az ünnepet. Te is szereted, ugye? De buta vagyok. Most jut eszembe, hogy neked még ez az első karácsonyod. Még kis cica vagy. Akkor elmesélem, mi történik ilyenkor. Tudod, minden évben fenyőt állítok oda, arra a kis asztalkára, feldíszítem, és várom a gyerekeket és az unokákat. Karácsonykor mindig eljönnek. Közben nagyot siestergett a gyufa, és meggyulladt az első gyártja. Olvassam tovább? Nem, mert szomorú a vége. Most, <laughs> Ismeri ezek igen, szerint? <laughs> elolvastam, kíváncsi voltam, hogy miként éli meg a karácsonyt valaki, aki ennyi csodálatos történetet írt. Most a szomorú végét hagyjuk, hiszen eddig nagyszerű. És azt gondolom, hogy az a történet is nagyszerű, ami az önírói pályafutását jellemzi. És én ezúttal köszönöm meg minden családos, gyermekes szülő, nagyszülő nevében, hogy velünk van, és kíváncsian várjuk a harmadik kötetet, hiszen készülőben van. Köszönöm, hogy megtisztelt. Én köszönöm, hogy meghívott ismét. Kedves nézőink, Egér a meséiről beszélgettünk, Baranyi Ildikóval, a szerzővel. Azt hiszem, hogy én az önök helyében bizony mondom, hogy megtámadnám az első könyvesboltot, hiszen fogyóban van a kötet, ezt személyesen tapasztaltam. Minden esetre mindenkinek boldogságos, szép napokat kívánok, a közeljövőben karácsonyra is. Ne járjanak úgy, mint a kicsi barátnőnk. Úgyhogy további szép estét, minden jót kívánok, viszontlátásra!